Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Pico Expert dobozban található startos, klasszik MÁV Szergelyt fogom nektek egy kicsit közelebbről bemutatni, megnézni, hogy a Pico mit tett le az asztalra. Szergelyből a Pico ugye már korábban kiadott harmadik, negyedik és ötödik korszakos verziót is, a hatodik korszakos azonban eddig kimaradt, idén csapott le erre az ígyszerre a gyártó. Bontsuk ki a dobozt, és nézzük meg közelebbről a mozdonyt. A mozdony ugye a 165-ös pályaszámú Szergelyt modellezi le. Ez a 165-ös Szergely, ez a mai nap, ez pont ugyanígy néz ki, mint ahogy a modellbe itt most látjuk. Végre egy olyan jármű, ami az éppen aktuális festési és feliratozási verzióját jeleníti meg a nagyvasúti járműnek. A dobozból kicsomagolva egy nagyon meggyőző jármű tárul így a szemem elé. Így első benyomásokra nekem abszolút hozza a Szergely feelinget, a Szergely mozdonynak minden jellegzetességét, kezdve ugye az általános nagy formai arányoktól egészen a kis részletekig. Nekem az első meglátásom, az az első benyomás, hogy nagyon kis finom filigrán részletekkel van tele az egész mozdony. Látszik rajta, hogy elég komoly odafigyelést fordított a gyártó nem csak a nagyobb formai dolgokra, hanem a kis részletekre is, arra, hogy mennyire finoman, mennyire kis vékonyan legyenek megrajzolva a mozdony vonalai úgy általánosságba véve. A lényeg azonban a részletekben rejlik, úgyhogy nézzük meg egy picit közelebbről a modellt, indulva tetőről. Ami ugye az embernek feltűnik, ugye sokat nézzük a járművek tetejét, az itt a ventilátor és környékének a kidolgozottsága. Itt a Pico fordította arra figyelmet, hogy itt egy külön elemből álló kis létra, egy fotomaratot áttört kis rács, és akkor alatta ott van a ventilátornak és az ilyen kis 3D-s imitációja, szóval, hogy ez se csak egy ilyen belefröccsöntött valami, hanem különálló kis részekről beszélünk. A tető többi része is egyébként nagyon szépen leköveti az eredeti járműnek a jellegzetességeit. Gondolok itt arányokra, méretekre, tényleg akár a rokó mozdony mellé is oda tettem, és szemmel gyakorlatilag nem megmondhatóak a különbségek, amik vannak. Az látszik egyébként a Pico mozdonyán, hogy egy fokkal finomabb rajta minden ilyen kis panelvonal, minden ilyen kis finom picike részlet, tehát egy picit szebb az egész járműnek a rajzolata. A vezetőállás felüli végeknél ugye van egy kritikus pont a szergelyeknél, itt ez a lekerekítés, illetve a lámpának a környezete. A nagyvasúti képekkel összehasonlítva gyakorlatilag megmondhatatlan az, hogy itt lenne bármi kis eltérés, a lámpa formája alakja is szerintem stimmel, illetve én annyit vettem még észre, hogy itt ezen a részen, itt ahol az ujjammal mutatom, ennek a kis szöge, itt a két felület találkozási szöge, a Pico mozdony egy nagyon picit határozottabb, mint a rokóén. A rokóén egy picit olyan gömbölydedebb az egész, de ez is olyan, hogy nagyon-nagyon sokat kellett nézni a két gépet így egymás mellett, hogy észrevegyem ezt a dolgot. Terepasztalra téve egymás mellett gyakorlatilag meg nem lehet mondani, hogy melyik milyen különbséggel rendelkezik. Tovább menve ugye a mozdony oldalához érünk. Itt a legszembetűnőbb dolog, az ugye itt a kis géptér imitáció bent, ami ugye hasonlóan a V43-ashoz is, tényleg ott befele ennek van mélysége, egyszínű ilyen kis szürke, elvileg én úgy néztem az eredeti gépen, és ilyen szürkés színű ez a beltere a mozdonynak, és egyértelműen látszik így, ahogy forgatjuk ugye a gépet, hogy ott tényleg háromdimenzióban ott látszanak a kis berendezések, ez egyébként nagyon sokat ad hozzá, akár úgy is, hogy ugye van egy kis árnyék itt, ahogy vetül rá a fény, tényleg olyan érzése van az embernek, mintha ott bent lennének a különböző gépészeti eszközök. Bordázat is nagyon szépen ki van dolgozva, nagyon kis filigrán az egész. Itt a szellőző rácsok is, ugye ez egy dupla osztással rendelkező mozdony, tehát itt kettő fele van osztva a szellőző rács, a 165-ös a valóságban is így néz ki. Ez is szépen megvan oldva, hogy ha megnézzük közelebbről, tovább a többi ilyen kis szellőző, illetve ilyen kis rácsocska is egész szépen le van modellezve. Itt oldalt a
kapaszkodók azok egybe vannak viszont öntve. Nem nagyon feltűnő ez a dolog, igazán most a Rocco mozdonyt is megnézzük, ott is igazándiból hiába van egy külön elem az egész. Gyakorlatilag ugyanezt látjuk oldalról, mint itt a Picónál. Itt található rajta ugye a kis mozdonyka gyári táblája, ez ide csak föl van tamponozva. A vezetőálláshoz, ha közeledünk, akkor ami szemet szúrhat nekünk, hogy egyetlen egy dolog hiányzik, azok a visszapillantó tükrök. Nekik ugye még nincs még a lyuk se kifúrva, illetve nem is adják ugye a dobozba a visszapillantó tükröket. Hát ebbe igazándiból csatlakozott a Picó a Rocóhoz és a Gyűccolthoz, ott sincsenek ezek a részletek megjelenítve. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy például a Picó V43-ashoz kapott tükrök milyen tök jó stimmelnének ide az oldalára, ugye nyilván vagy lyukat kéne fúrni, vagy a tükröket úgy átalakítani, hogy pici ragasztóval ide föl lehessen őket rakni, hogy ott pont van egy szett nyitott meg egy csukott tükör, akár föl is rakhatja a vállalkozó szellemi modellező őket a szergelyre, hogy egy picit jobban nézzen ki a mozdony. A következő része a járműnek ugye a homlokfala. Itt is szerintem egy abszolút jó munkát végzett a gyártó, nagyon jól visszaadja azt az igazi szergelyes karaktert a modell, mint amit ugye a nagyvasúti gépen is láthatunk. Szép a forma, jók az ablakméretek, jók az arányok, oda tette magát a Picó, ez látszik, sőt, még itt ezek a kis fogóckodók is itt vannak a járó trepnin. A korlát az műanyagból van, festett viszont, és eléggé masszív, úgyhogy szerintem komolyabb gond ezzel nem lesz, meg lehet bátran fogni a mozdonyt, nem törik, nem görbül. Annyi egyébként, hogyha összehasonlítjuk az igazi mozdonnyal, ugye ott az a fém korlát, ami a nagyvasúti gépen van, értelemszerűen sokkal vékonyabb, hát modellben ugye tipikusan ezek azok a dolgok, amiket nem lehet valósághűen modellezni, mert gyakorlatilag nincs olyan anyag, amiből ezt meg lehetne csinálni, de szerintem nem is túlságosan zavaró, azért a Picó kiszámolta, hogy mi az a minimális vastagság, amivel ezt még meg lehet oldani úgy, hogy azért mellette a mozdony játszható is maradjon. Az ablaktörlők viszont sajnos rá vannak fröccsöntve az ablakra. Ugyanazt a metódus követte itt a Picó, mint ugye, ami a Rocco, illetve a Gyűccolt mozdonyon is van. Megmondom őszintén, annyira nem feltűnő, nem zavaró a dolog, de azért nem lett volna rossz egy szép kis különálló ablaktörlő a géphez. A lámpák szemből is nagyon jól néznek ki, külön kiemelném itt fönn ezt a felső fényszórót. Ő is ugye nem csak oda van téve egy kis fényvezető prizma, hanem meg van csinálva a fényszórónak a kis belső kialakítása. Hogyha bekapcsoljuk, egyébként nagyon szépen szórja a fényt, nagyon szépen néz ki ez az egész. Egyébként ez igaz itt az alsó kis lámpákra is, illetve a végzárfények is nagyon jól mutatnak. A mozdonyhoz ugye van teli meg üres pályakotró is, tetszés szerint ugye variálhatjuk őket. Ha tovább folytatjuk utunkat, akkor a mozdonynak a forgóvázához, illetve alvázához fogunk érni. Itt is szerintem nagyon szép munkát végzett a gyártó. Egyetlen egy dolog, ami nekem föltűnt, az az, hogy itt a kis lépcsőknek az éle, illetve itt ugye fönt ez a rész, itt nincs kifestve. Ez ugyanolyan szürke, mint az egész forgóváz, illetve alváz. Illetve, hogyha jól tudom, itt azért a kis csavaroknak a feje is az igazi mozdonyon ki van festve, ezek lemaradtak róla. Cserébe viszont maga a forgóváznak a kidolgozottsága az példás. Nagyon szép, nagyon részletes, arányos az egész, és a Roccóval ellentétben például itt a féktuskók, azok nem itt kint vannak, hanem ténylegesen itt a kerekek síkjában vannak berakva. A többi kis alváz berendezés is jól meg van csinálva. Itt igazándiból én úgy gondolom, hogy nagyjából eltalálta a gyártó a méreteket meg az alakokat, úgyhogy hozta azt, amit hoznia kell. Ami még egyébként érdekes, az itt a kis csövek. Ezek, ha jól tudom, a homokolónak a kis csövei. Ezek, hogyha pályára tesszük a mozdonyt, ezek ide szépen föl hozzáérnek ahhoz a kis dobozkához, és teljesen olyan érzésünk van, mintha ez egy alkatrész lenne. Van valamennyi mozgástere, meg egy picit rugalmas is, de sokkal jobban néz ki, mint a Roccónál ugye ez a megoldás, ott csak úgy le van csonkolva ez az alkatrész.
Összességében azt kell mondanom, hogy formailag egy nagyon jól eltalált mozdony, tényleg ilyen nüansznyi különbségek vannak e között a forma között és a rokó formája között, de erre részletesen ki fogok térni majd egy külön videóba, amit csak erre szánok. Nem nagyon tudok olyan dolgot mondani itt vele kapcsolatban, amiben olyan ordító hiba lenne, amiben olyan nagyon bele lehetne kötni. Hozta a kötelezőt a Pico, szépen megoldotta ezt a járművet, én úgy látom. A modellnek a festése és feliratozása az szintén az elvárható. Egy nagyon szép ilyen selyemfényű finish van a járművön. Feliratok élesek, szépek, tisztán kivehetőek. A maszkolásokkal sincs különösebb gond, ott is szép élesek a kontúrok, nincsenek különösebb maszkolási hibák, semmit el a pályakotrónál, semmit a sárga résznél. Mozdony homlokra a falán is a felirat jól el van találva, tökéletesen középen van. Nagyon szépen meg van oldva ez az egész részlet, úgyhogy ez az, amit elvárunk egy vasútmodelltől manapság. A mozdony hajtása a szokásos, középmotor van itt bent, fönt valahol, és akkor kardánokkal viszi le a hajtást ide a forgóvázakba. A forgóvázakban úgy néz ki a hajtás elrendezés, hogy a két szélső tengely hajtott, a középső tengely az csak futó, csak áramszedést végez, és általánosan található egy-egy darab tapadó gyűrű. Szerintem ez egyébként egy jobb megoldás, mint a rokói, ahol mind a két belső tengelyen dupla tapadógyűrű van. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mozdony erejével nincs gond, abszolút nagyon jó a tapadása. Igazándiból a nálam standard teszt a 6 darab áramszedős kocsival föl a 3%-os emelkedőn gond nélkül vette, a legkisebb sebességen és nem csúszkált, nagyon erős járműről van itt szó. Áramszedésével se volt semmi gond. Szerintem sokat segít az, hogy ezek a középső tengelyek azért rendelkeznek valamekkora holtjátékkal, és le tudják követni a pálya egyenletlenségeit. Ami számomra külön jó pont, hogy a mozdony egész jó karbantartható. Itt a forgóvázak alsó kis fedele, ez csavarral leszerelhető. Ilyenkor ugye láthatóvá válnak a fogaskerekek, illetve hogy ki lehet tisztítani, ki lehet szedni a kerekeket, ki lehet tisztítani az áramszedőlemezeket, ki lehet onnan szedni a felgyűlemlett koszt. Ugyanúgy föntről is viszonylag jól karbantartható a mozdony. Egyedül ugye, hogyha a motorhoz vagy a csigákhoz szeretnénk hozzáférni, akkor ugye a kis panelt, az áramköri lapot azt le kell szerelni, ki kell csavarozni, és akkor úgy hozzáférhetünk ott a dolgokhoz, de hát a motort valószínűleg nem nagyon kell karban tartanunk, ugye ezek gondozásmentes motorok találhatóak ezekben a mozdonyokban. Egyedül ugye a kardánoknál lehet nagyon sok üzemóra után valamennyi kis zsírozásra szükség, de ott is a gyártó megfelelő mennyiségű kenőanyaggal azért ezeket ellátta. A lassú menete a járműnek nagyon szép, a legkisebb sebességen és rángatásmentesen, hangtalanul, egyenletesen fut. Nagyobb sebességeknél se tapasztaltam se belengés, se rángatást, különösebb kígyózás se. Kerekek centrikusságával sincs gond, egyik se tojás alakú, nagyon szépen központos mindegyik tengely. A hajtás nagyon halk, hasonlóan ugye a többi Pico Expert mozdonyhoz. Most egy sima alap hangtalan dekódert tettem a járműbe, azzal gyakorlatilag rezetelés után alapbeállításokon tökéletesen működik. Nem kellett semmit sem ókolni ahhoz, hogy a mozdony szépen fusson és jól üzemeljen. Néhány órás járatás után se tapasztaltam semmi zajosodása a hajtás részéről, sem máshonnan. Bejáratás után is számíthatunk arra, hogy a mozdony jó futás tulajdonságai megmaradnak. Amit még érdemes megnézni, a mozdonynak a belseje, ugye a kasznit azt itt még nem csavarokkal vesszük le, hanem itt a két szélén, itt a forgóvázak fölött van két kis karom, azt kell egy picit széthúzni. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy körömmel nehezebb, én a szokásos bankkártyás módszert választottam, egy picit oda becsúsztattam két oldalt, és akkor a másik oldalt már szépen le tudtam emelni a kasznit. A kaszni leemelése után ugye láthatóvá válik a mozdonynak a belseje, egy nagyon átgondolt, nagyon szép panel található alatta, plusz dekóder foglalat, egyértelműen oda lehet helyezni a dekódert, megvan az indexláb is szépen csinálva, tehát nem tudjuk rosszul behelyezni.
A hangszórónak is megtalálható a helye, viszont ugye a beszereléshez a két ponton forrasztani kell a hangszórót. A vezetőfülke imitációk azok a kaszni belsejébe vannak belerakva. Ha szeretnénk mozdonyvezetőt berakni, akkor ezeket szintén óvatosan kipattintva ki lehet szedni, és akkor be lehet rakni a mozdonyvezetőt oda. Funkciók tekintetében a mozdony rendelkezik ugye menetirány szerinti világítással, külön lekapcsolható zárfényekkel, tolatási fényekkel, géptérvilágítással és vezetőfülke világítással mind a két oldalt. Összességében szerintem egy nagyon jó választás volt így ez a hatodik korszakos szergely, ezt így kiadni, egy olyan mozdonyt, egy olyan pályaszámot, ami éppen aktuálisan tényleg közlekedik. Mozdonyt nagyon sokféleképpen fel tudjuk használni, ugye lehet vele tehervonatokat vontatni, lehet személyvonatok elé is tenni, illetve ugye a nyári retro hétvégén azért, ha jól tudom, megfordult ez a mozdony is a korábbi években különböző szerelvények élén, szóval gyakorlatilag mind személy, mind tehervonatok tekintetében elég szélesen felhasználható, ugye startos mozdony, arra kell figyelni, startos kocsikat célszerű személykocsikból mögé rakni. Tehervonatból ugye lehet különböző anyagvonatokat mögé pakolni, ugye főleg ilyen V-hidas tehervonatokat szokott húzigálni, de gyakorlatilag bármilyen tehervonat mögé sorozható, boldogan el fogja nekünk vinni a vontatványt a szovjet erőgépünk. A Model ára egyébként, hogyha nem lenne ennyire elszállva a forint jelen pillanatban, akkor egész normálisnak lenne mondható, ugye ha a mezőt nézzük, ha azt nézzük, hogy mennyire lehet kapni mondjuk egy Rocco Vectront, vagy ugye a Picónál mondjuk a V43-ast, ahhoz képest egy kedvezőbb áru modellről beszélhetünk szerintem. Nyilván egy picit látszik rajta, hogy bizonyos részeiben egyszerűbb, de azért azt gondolom, hogy egy nagyon jól játszható, nagyon masszív kis járművet kapunk. Ugye nekem korábban nem volt lehetőségem így bemutatni, megnézni Picó Szergejt, nekem ez egy újdonság volt. Én erre a hatodik korszakos verzióra vártam nagyon, hiszen ugye ötödik korszakos Szergejből van már kettő, és egy 129-es Rocco, meg az egyedik 265-ös pályaszámú. Hatodik korszakosból viszont még nem volt, hát most pótolta a gyártó ezt a kis hiányosságot. Nagy szériásban ugye eddig még a nosztalgiás nohabokon kívül nem nagyon volt hatodik korszakos dízelmozdony, most a Picó pótolta ezt a hiányosságot, és a korszak kedvelői is végre megvehetik ezt a járművet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!